A miniszterelnök felelős a pedofil botrányért, a neve alatt működő pedofil hálózatért. Az emberek réglátott felháborodása egyértelmű választ adott becstelen Orbán. A személyesen a miniszterelnök által kiválasztott, köztük a köztársasági elnök és egy miniszter lemondása nem zárja le a pedofilot. Csak szeretnék lezárni. Nem zárja le, mert azért végső soron a miniszterelnök felelős, az a miniszterelnök, aki tudott a kegyelmügyről, aki felhatalmazást adott miniszterének, hogy a kormány nevében egyetértsen a kegyelemmel. A pedofil simogató bűnös szabadon engedéséért a miniszterelnök viseli a végső felelősséget. Nem más. Orbán Viktor Imolyónak első magyar pedofil barát miniszterelnökként vonul be a történelem.